Húsvét hétfő reggelén szokás volt, hogy a családok egymásnak szentelt ételekből, kalácsból, süteményekből, hímes tojásból komatálat készítettek. Az ajándékot személyesen vagy küldött által juttatták el egymáshoz. A megtisztulás egyik szimbólumaként a húsvéti ünnepkör fontos eleme a víz. Húsvét hétfőn nem csak tisztító, de termékenységvarázsló erővel bíró elemként is előtérbe került. Ezt a napot vízbevető vagy vízbehányó hétfőnek is nevezték, ami utal a locsolás egykori módjára, amikor még a lányokat egész vödör vízzel leöntötték. A locsolás hagyománya sohasem vált unalmassá. Évről évre meglepetést okozott a házhoz érkező legények személye és a lányok nyakába zúduló friss kútvíz. Tyúkláb, töltött rózsa, fecskefarka, bárányláb vagy kakastaré. Csak néhány a gyimesben készült óvilági hímes tojás motívumok közül. A tojásfestés hagyománya évszázadokra nyúlik vissza. A borzongató kútvizes locsolás jutalma az újból és újból kisarjadó életszimbólumaként régen is a hímes tojás volt. Közismertek az egyszínnel festett viaszol technikával írt tojások. Ehhez úgynevezett írókát, kesicát vagy gicát használtak. A pirosra festett tojás egyrészt az élet, másrészt Jézus kiontott vérének szimbóluma. Ugyanakkor szerelmi ajándék szerelmi szimbólum is.